A reggeli személy pedig Hegedűs József, a Városkutatás Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát ahogy azt szokták mondani, csúcsosodik a PITE lakásprivatizációs törvénnyel kapcsolatban. Ugye az egyik fideszes polgármester, 16. kerület fideszes polgármester Kovács Péter azt írta a Facebookon Böröcz László országgyűlési képviselőnek, hogy javaslatod megítélésem szerint marhaság, és aztán egy példával is előrukkol a fideszes polgármester, hogy miért is hülyeség ez. Hatházi Ákos arra biztatja az önkormányzatokat, hogy tagadják meg a lakásprivatizációs törvény végrehajtását, és Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke meg azt mondja, hogy alkotmányos aggályokat is felvet a kormány bérlakás programja, tehát beindult egy vita erről a dologról, és a Városkutatás Kft., amely nagyon sokat foglalkozik lakhatással, lakhatási válsággal is összegyűjtötte a legfontosabb problémáit a tervezettel kapcsolatban, erről szeretnék most önnel beszélgetni. Ugye a Népszava ki is emeli, hogy ez a törvény, ez egyenes út a gettósodás felé. Miről is van szó pontosan? Miért? Hát ugye azt kell látni, hogy Magyarországon viszonylag nagyon alacsony a bérlakások, a szociális bérlakások aránya, és a lakásállománynak a 3%-a. A törvényjavaslat kötelezővé tenni a mostani bérlők számára a lakás tulajdonba adását az önkormányzat részéről, ami hát hosszú távon lehetetlené tenni egy normális lakáspolitika kialakítását. Azt kell látni, hogy az önkormányzatok nagyon különböző lakáspolitikákat gyakorolnak. Épp néztem, hogy a Böröcz Lászlónak a javaslata lényegében a belváros, az 5. kerület pénzügyi politikája, pénzügyi konstrukciójára épül. Ők felújítottak lakásokat és eladták. Az egy tiszta vagyonvesztés. Még más kerületek felújítottak, építettek lakásokat, és kiadják a lakásokat, mert pedig növelnének a lakásállománynak a nagyságát, akár 13. De így van a Kovács Péter, aki minden tisztelt az övé, hogy a fideszes polgármester létére bemet állni egy ilyen tiltakozó akció mögé. Tehát gyakorlatilag hosszú távon tenni lehet tenni a szociális lakáspolitikát. És amikor erről beszélünk, akkor nem csak az ellenzéknek az álláspontja ez, hanem a kormányon belül is nagyon érdekes módon akár a Magyar Nemzeti Bank Matolcsinak a nyilatkozata tavaly ősszel, vagy a Budapesti Fejlesztési Központnak a gyakorlata vagy politikája, a Füriás Balázsféle megfizethető bérlakásprogram is teljesen ellentmond ennek a javaslatnak. Igen? Azon gondolkodtam, hogy ugye említette azt, hogy az 5. kerületi példa lebeghetett Böröcz László szemei előtt. Én meg inkább azt mondanám szigorúbban fogalmazva, hogy a jófejeknek, a spanoknak próbáltak a várbeli lakásokat átadni, csak nem lehetett egy olyan törvényt hozni, ami kizárólag az első kerület a várra vonatkozik. Kénytelen voltak egy egész országra kiterjedő törvényjavaslattal előállni. Ami hát azon kívül, hogy a bennélőket is egy kicsit nehéz helyzetbe hozza, de hát igazából senkinek nem jó. Hát az az igazság, hogy azoknak, akik megkapták ezeket a lakásokat a várba, vagy a belvárosban, vagy akár a más kerületekben egy felújított bérlakást kapnak, úgynevezett piaci lakbéren, az a piaci lakbér, a valódi piaci lakbérnek az 50%-a, és azoknak felajánlani megvételre ezeket a lakásokat, az egy 30-40 milliós ajándékot jelent számukra. De azok a családok, akik mondjuk egy 15 milliós, viszonylag leromlott, felújítás előtt álló társasházban vagy lakótelepi épületben kapnak lakást, azok magukra vesznek egy olyan terhet, amely nagy valószínűséggel ki fogja őket szorítani ebből a lakásokból. Az a tendencia, ami egyébként most is létezik, vagy létezett, kiszorulnak a városból, az átkertekbe, vagy pedig olyan kisebb településekre kell költözni, ahol megfizethető a lakás, de már munka nincsen, a szolgáltatások színvonala nagyon alacsony. Tehát egyetértek azzal, hogy egy ilyen motiváció is erősen szerepet játszhatott ebbe a történetbe, de valójában
az önkormányzatoknak a lehetetlen tétele az, ami a részletben egy nagyon erős motiváció. És az az érdekes, hogy ugye pontosan a neoliberalista politikát valósítja meg az, amit a kormány eddig hihetetlen módon támadott. Ugye a Thatcher-féle, tehát a 80-as években a Thatcher-féle lakásprivatizáció nem volt ennyire radikális, mint a magyar. Tehát ők még abban nagyon szittunk, hogy mindenki, aki a szociális lakásprogram fognak, hitte ezt a privatizációt, de ugyanebben az időben először csak 30%-át adták el a lakásoknak, és nem 90%-át, mint mi, magyar század, és párhuzamosan megindított egy másik szociális lakásszövetkezeti programot, amiről szó nincs itt a magyar rendszerben, és igazából nem csak a városokat, hanem lényegében két nagyon fontos tércsoportot hoz lehetetlen helyzetbe. Egyrészt a közszolgálatok, a közösségi szektorban alkalmazott emberek, akiknek a fizetéseik már nem elegendők arra, hogy egy piaci lakást megvegyenek, vagy egy piaci lakást béreljenek, és a fiatalokat, akik a 25-35 év körüli fiatalok, akik még nem döntötték el, hogy pontosan milyen területen fognak dolgozni, hol akarnak költözni, tehát nekik egy átmeneti, megfizethető bérlakás egy kulcskérdés. Jelentős kérdés az, hogy mit tehetnek az esetben akkor az önkormányzatok, ha kénytelenek kiárusítani az ingatlan vagyonukat. Mit tudnak kezdeni azokkal, akik rászorulók, és akiket meg kéne menteni? Tehát akkor, amikor ugye a gettósodásról beszéltünk az első pár mondatban, és értettem az imént az ön logikáját, hogy hogyan szorulnak és hogyan kénytelenek zárványokba települni azok, akik emiatt aztán elvesztítik a lakásukat, mert kénytelenek lesznek eladni, vagy megveszik tőlük. Szóval, hogy akkor mi lesz az önkormányzatokkal, meg a rászorulókkal? Hát az az igazság, hogy eddig is komoly problémákkal néznek szembe az önkormányzatok, tehát az ő jelenlegi 106 ezer önkormányzat tulajdonú lakás máig sem volt elegendő arra, hogy a komoly szociális problémákat kezeljék, de a legtöbb önkormányzat megpróbál valamit csinálni, tehát korszerűsíteni, valami forrás berakni, de a magyar lakásrendszernek a finanszírozása, a lakáspolitika finanszírozása az önkormányzatokat teljesen kihagyja ebbe a történetből. És csak egy magántulajdonra és egy magasabb jövedelmi csoportra célhoz, ami tulajdonképpen lehetetlenné, nagyon nehézé teszi, eddig is nagyon nehézé tette az önkormányzatokat a lakáspolitikáját. Nagyon jól tudjuk, hogy olyan várakozási listák vannak, a névjegyzéken szereplő emberek számára törzsösen meghaladja azt a lehetőséget, amely önkormányzat rendelkezik. A mostani az ellenzéki önkormányzatok lakáspolitikája ezen akart változtatni, hogy ezt a megfizethető lakásállományt valamilyen módon bővítse. És ez a törvény ezzel ellentétesen teljesen lehetetlenül teszi azt, hogy ők valamit csináljanak, és nyilvánvalóan ennek a következménye a hajléktalanság, a marginális lakáshelyzetek, meg a kényszerítés az embereknek, és hát ennek komoly társadalmi költségei lesznek, amely a kormányt előbb-utóbb el fogják kérni. Nagyon érdekes kimutatást közöl a Népszava címlapján, ugye a bérlakások arányát mutatja be, hogy szociális támogatott bérlet a teljes lakásállomány százalékában. Az derül ki, hogy Amsterdamban ez 52%, Stockholmban 41%, Bécsben 39%. Nagyon hosszú zöld lista van, és ennek a listának gyakorlatilag a legalján, tehát 4,5%-kal áll Magyarország. Ennél rosszabb már csak talán Barcelonában, meg Athénban rosszabb a helyzet, ahol egyébként nulla. Ez abszolút így van, és azt kell ezt hozzátenni, hogy mondjuk Budapesten egy 4,5%-a a lakásállománynak önkormányzati tulajdonú, és mindenfajta számítás, ami azt nézi, hogy durván a lakosság vagy a családok hány százaléka, aki rászorulna megfizethető lakásra, az egy számításunk szerint 30%. Tehát körülbelül van egy 20-25%-os rés itt, amit egy lakáspolitika csak egy 15-20-30 éves perspektívában tud elérni.
Tehát egy ilyen, ilyen irányú elmozdulást tervez a főváros, és tervez egy nagyon több kerület is, hogy növelje a megfizetett lakásának az állományát, amire ugye a kormánynak ez a lépése, hát szinte lehetetlenné teszi. Igen, tehát ez innentől kezdve nincsen. Nagyjából mekkora vagyont vesztenek el az önkormányzatok ezzel a törvényjavaslatnak az elfogadása, hát vagy életbe lépésen? 1500 milliárd forintra lehet becsülni. Ugye nem könnyű megbecsülni, de ez körülbelül ilyen nagyságrendről van szó. Na most ezt a pénzt, ugye, azt mondja, hogy kompenzálná az önkormányzatokat, tehát azt sem nagyon segítene, mert olyan nyomás, pénzügyi nyomás alatt vannak az önkormányzatok, hogyha egy ilyen pénzügyi támogatást kapnak, akkor a kötelező feladatainak, más kötelező feladatainak az ellátása, elvinni ezt a pénzt gyakorlatilag. Tehát ez sem egy korrekt, egy nagyon, nagyon rövid távú politikai haszonlesésre épülő lépésnek kell tekinteni ezt a törvényjavaslatot. Nagyon remélem, hogy el is számítják magukat. Azért itt van egy nagyon komoly, fiatal új választó réteg, aki azért ászállt egy ilyenfajta törvényjavaslatnak a politikai szándékain. Biztos ebben hagy kérdezzem meg. Hogy? Hát ebben, hogy átlátja mondjuk egy fiatal generáció. Oké, remélem, hogy átlátja. Jó kérdés. De azért nem, de ezt mutatják a felvételek, hogy a fiatalok jóval elégedetlenebbek ezzel a lakáspolitikával, és a városi fiatalok nagyon sokszor. És a városi fiatalok alatt kell értenünk azokat is, akik most költöznek be a városba. Tehát nagyon, nagyon komoly lakhatási, megérhetési problémákkal küzdenek ez a fiatal réteg, és ez az, ami arra kényszeríti őket, hogy akár külföldre menjenek, nem lenne most csak a COVID-19-es válság, akkor, és ahogy ez el fog múlni, ez egy újabb felmerülő lehetőség lesz. Tehát arra kényszerítem a fiatalokat, hogy menjenek el az országból gyakorlatilag. Ugye azon gondolkodom, hogy lakhatással foglalkozó szakemberek, meg lakhatási válsággal foglalkozó szakemberek, amikor meglátták ezt a törvényjavaslatot, akkor nyilván összecsapták a kezüket, és azt mondták, hogy hát azért ne örüljünk már meg teljesen. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag minden elképzelés, vagy nem is tudom, hogy ennek függvényében lehet olyan javaslatokat tenni, vagy követelni bármit, ami arra szól, hogy ezt a problémát megoldja, hiszen innentől kezdve csak válság van, megoldásnak semmi lehetősége. Hát én azt gondolom, hogy az erővel átviszik ezt a törvényt. Van egy belső vita is, hogy most kéne módosító javaslatokkal élni. Én azt gondolom, ez a törvény úgy, hogy van, el kell vetni. Ezt egyszerűen nem lehet erről még gondolkodni sem. Tehát ez egy szégyene a kormánynak, hogy ilyen szakértői vannak, aki a közgazdaság egyetemet végezte el, és ilyen nulla társadalmi ismeretekkel rendelkezik, és hát az megérveli ezt a törvényt, tehát az is, hogy mondjam, hogy szociológiát oktatok a Corvinuson, hát biztos, hogy bukásra ítélném ezt a javaslatot. Igen, tehát amikor arról beszélünk, bocsánat, hogy elnevettem magamat, egyáltalán nem tréfás ez a helyzet, csak akkor, amikor említette azt, hogy nyilván módosítók fognak születni, szerintem akkor tényleg azt kell csinálni, hogy egy módosító legyen, hogy ez kizárólag a várra vonatkozik, és akkor mindenki így elégedetten áll föl. Jó, hát ezt úgyis el akarták vinni a várat, ők már beköltöztek oda, a Félner ott csapatja, legyen nekik jó, de azért az egész ország ne szívjon emiatt. Hát igen, meg a módosító javaslatok az implicit azt mondja, hogy tulajdonképpen van valami ebben a gondolatban. Ebben a gondolatban, ebben a javaslatban semmi nincsen, ami észszerű lenne, és ami hosszú távon elfogadható társadalompolitikailag. Semmi. És ezt nem is ad a fura nekem, hogy azért a Fideszen belül is, hát azért hál' Istennek van egy pár szakértő, nem ritka, aki bemel állni ilyen értelmetlen törvényjavaslattal szemben. Nagyon kevesen vannak. Azon gondolkodom, hogy oké, rendben, keresztül nyomják ezt a törvényjavaslatot, csak hogy talán érezve a problémát,
zárójel nem, hogy akkor mi a tovább lépés, tehát hogy lehetne úgy előre haladni a probléma megoldása felé, hogy azért valami történjen is. Tehát, hogy akkor mit kell csinálni az egész lakáspolitikával, meg a lakhatási válsággal? Hát vannak most már javaslatok, tehát azért az önkormányzatok készülnek, és nagyon sokfajta megoldás van. Ami legfontosabb irány, és ez mondjuk az európai trendekkel megfelelő irány, az úgynevezett megfizethető lakásállománynak a bővítés. És ez alatt nem csak a legszegényebbeket kell érteni, hanem ide azért nyugodtan oda kell értenünk a tanároktól kezdve a nővérekig, azokat a családokat, akik mögött nincsenek komoly családi megtakarítások, vagyonok, szülőknek a segítsége. Tehát egy sokkal szélesebb körbe kell gondolkodni a megfizethető lakásokban, így, de akkor lakbéreknek, meg a támogatásoknak arányosnak kell lenni ezeknek a csoportoknak a jövedelmével. Tehát ez teljesen másfajta filozófia, mint az, hogy én csak a legszegényebbeket próbálom támogatni. Az nagyon, nagyon fontos és alapvető, de nem elegendő a mai lakhatási válságnak a kezelésére. És ez nem csak Magyarországon van így, hát Nyugat-Európában és ilyen nagyobb városokban, említette Amsterdamot, Bécset, azért ott is ugye a lakás árak növekedése nagyon lényegesen meghaladta a jövedelmek növekedését, de ott azért az van egy 20-30-40%-os megfizethető lakásállomány. És ez a kelet-európai országoknak, Magyarországnak egy ilyen hosszú távú tervben kellene gondolkodni, és az EU-s támogatásokat például sokkal inkább erre kellene használni. És érdekes, hogy azért az EU-s programokban szerepelnek lakáselemek, de ezek a falusi, tehát az elmaradt térségek lakhatási problémájára gondolkodnak, és nem a sokkal, szerintem társadalmi sokkal jelentősebb nagyvárosi lakás problémáról. Miközben ugye folyamatosan arról folyik az eszmecsere, vagy arról beszélnek emberek, meg szakértők, és egy kicsit meg kellene változtatnunk az ingatlanhoz való viszonyunkat, tehát a világ számos pontján emberek leélik úgy az életüket, hogy nincsen ingatlan vagyonuk, hanem egyszerűen csak bérelnek egy lakást, és mennek onnan tovább. Na hát erre most ez egy kicsit még ennek a lehetőséget is rontja. Hát igen, azért hozzátenném azt, hogy bérlet és bérlet között nagyon nagy különbség van. Tehát azokban az országokban, mondjuk Németország, Svájc, de még más fejlett országokban is, ahol a bérlakás nem egy ritka dolog, ott az a bérlet egy kiszámítható, elfogadható, jó színvonalú, megfizethető bérletet jelent, és a jogszabályok egyfajta biztonságot adnak ennek a társaságnak. Nem ez a bérleti viszony, ami Magyarországon van, mert a magánbérlet is teljesen áthatatlan, kiszámíthatatlan Magyarországon, és az önkormányzati szektornak a béleti rendszere is egy 93-as, én szerintem sok sebből vérző törvényen alapszik. Tehát ezt egyébként nem csak mi, vagy nem csak azok, akik ilyen kritikusan gondolkodó lakáspolitikusok, ez a kormány embere is nagyon sokszor hangsúlyozták, hogy ez újra kell gondolni ezeket a szabályokat. Tehát a bérleti szektort egy stabil, kiszámítható, megfizethető rendszeré kell alakítani, és vannak azonban, hát sajnos nem kevesen, és nem kis hatalommal rendelkező politikusok, ugye, akik ezt valami átkos dolognak tartják a bérletet, és a tulajdon szentségét emelik föl. Azt gondolom, hogy ennek hihetetlen sok társadalmi problémája van, nagyon sok olyan következménye, ami nagyon-nagyon drágán fogják tudni megoldani. Csak ha most utalnék az Olcsai lakásprogramra, nem tudom, hogy emlékszik-e rá. Hogyne. Az a devizahiteleseknek a megmentése, igen. Ugye? Igen. Valami hihetetlen pénzbe került egy lakás, tök értelmetlen, hihetetlen megoldás volt távol a várostól. Szóval az azt jelenti, hogy ha ilyen törvényeket hoznak, és ennek a következményeit a társadalom hihetetlen költséggel fogja tudni majd kezelni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Hegedűs József, a Városkutatás Kft. Ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, információit megosztotta a Klubrádió hallgatóival. További szép napot kívánok. Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.